úton, a 11. kerületben Zuglóban, a Tököli út és az Ajtosi Dürer út közötti szakaszon a zuglói oldalon, mert a túloldal az ugye az a 7. kerület, az Aboni utca kereszteződésén állok, és szeretném önöknek bemutatni, itt ez egy szoporú aponika, mert itt a következő napokban, hetekben faápolási munkák fognak zajlani. És Zuglóban is egy új korszakot nyitottunk akkor, amikor a zöldfelületi gazdálkodásról van szó, tessék parancsolni. Például mondjuk faápolási vagy golyozási, faifítási munkáról, akkor minden esetben törekszünk arra, hogy egy-egy ilyen tájékoztató plakát az kikerüljön. Ez nagyon fontos, ugyanis a lakosságot azt gondoljuk, hogy informálni kell. Picit közelebb jönnek, akkor meg tudják nézni, hogy milyen adatokat teszünk ki erre. Hát először is feltétlenül oda van írva, hogy ez Zugló önkormányzata végzi ezt a munkát, hogy faápolási és golyozási munkák. És szeretnék kiemelni, hogyha az itt folyó munkálatokkal kapcsolatban bármilyen kérdése van, akkor ezt a zöld vonalat, ezt lényegében bármikor el lehet érni, akár hétvégén is, vagy akár kora este is, és egyébként pedig majd a virágzó.zuglo.hu oldalon lehet elérni, és akár engem személyesen meg lehet kérdezni az itt folyó munkálatokra, vagy a kollégáimat. Természetesen, hogyha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor nyugodtan a zuglói önkormányzatot föl lehet hívni, és azonnal készséggel tájékoztatjuk arról, hogy milyen munkák zajlanak. Általában ezeket a faápolási munkákat mindig meg fogja előzni valamiféle tájékoztató videó és vagy valamilyen lakossági fórum, ahol szeretnénk teret adni a kérdéseknek, de hogyha későbbiekben akár a munkálatok végzése alatt, vagy akár után valakiben kérdés merülne fel, akkor nyugodtan írhat nekünk, hívhat bennünket, vagy pedig adott esetben ki is menjünk a helyszínre, és itt a helyszínen is szakmai tájékoztatást adunk arra vonatkozólag, hogy milyen munkák zajlottak ott. Tehát ezek a plakátok tulajdonképpen egy információs segédeszközök, amelynek az a célja, hogy a Zugló önkormányzata és a lakosság, akinek az érdekében tesszük ezeket a faápolási munkákat, mindig pontosan követni tudja, hogy éppen milyen faápolási munkák zajlanak a kerületben és az ő adott lakókörnyezetükben. Úgyhogy kérem, használják ezeket a táblákat, és bátran vegyék igénybe ezt a zöld vonalat Zuglóban, és bármilyen a segítségük lehetünk, akkor bátran keressenek bennünket.